Szép jó hajnalt mindenkinek! Torin vagyok. Ez pedig a Storybook Brawl folytatása. Lássuk a következő menetet. Miféle hősöket kapunk. Remélhetőleg valami érdekes. Ha már néhányból tudunk csak választani. Ami egy elég érdekes ötlet. Nem biztos, hogy jó. No. Plusz öt a fejlesztett karaktereknek. Nem rossz a végén. Kérdés, hogy ott elége. Amikor harmadik szintre jutunk, akkor választhatunk egy új hőst. Hát, annak nem látom értelmét. Picit mondhatjuk, hogy oké, választhatunk egy olyat, ami nekünk megfelelőbb, ismerve a többieket, ugye? De... nem vagyok meggyőződve. Az egy érdekes kérdés. Legyen ez. Ha öl, akkor átalakul egy erősebb lényé. Ha nem öl, akkor meg egy haszontalan karakter. Attól függ, mit választott az ellenfelünk. Egy-egy, úgyhogy az, hogy nem öltünk, amikor minket támadnak meg, akkor nem számít ölésnek. Ez meg ad egy random varázslatot. Igazából az hasznos, mert akkor gyorsabban fejlesztjük. Ohohó! És egy nagyon jó varázslatot kaptunk, egy plusz egy karakteres varázslatot, ami erősebbé is tette azt a karaktert. Ez nagyon-nagyon szerencsés volt. Hát meglátjuk. Még igazából az első néhány körben van esélyünk ezzel sikert elérni. Aztán utána egyre valószínűtlenebb. Mert azt nem tudja már megölni. Azt viszont fixen legyőzzük. No. Hát nem egy szerencsés karaktert kaptunk. Maradjunk annyiban. Mondjuk. Olyan értelemben nem rossz, hogy erős. Csak nem jó. ezt rakjuk el, mert az a második macsek az jól fog jönni. Akkor legalább fejleszteni tudjuk, és igazából varázslatokkal tudjuk tolni. A plusz öttel meg nem rossz. Nem is jó, de nem rossz. Az a baj, hogy vesztettünk. Nem sokat, de egy picit vesztettünk. Na mindegy. Plusz egy azoknak, amit most veszünk. Darabnak nem rossz, főleg erősítve. Őt felhúzzuk. Az állatok jók és +1/+1-et kapnak. Ha a jó karakter gonoszat öl, az... Azt hiszem van néhány jó karakterünk, nem sok. Hát ezek nem nagyon kellenek. Meglátjuk. Meglátjuk. Mire megyünk ki. Mondjuk tele vagyunk, azt azért nem mondhatom. És azért a +3, +5, +5-tel elég csúnya lett. Az azért elég sokat dob. Jó, hát ő ad sajnos erőt.
Na ez a gond, hogy ez itt a két hátsó erősítőből nagyon durván föl lett húzva. Na mindegy. Na mindegy. Hát ez jó kérdés. Hát ez hiába van erősítve gyér. Hát ezt nem tudom. Jó, ez most már fölösleges, még ha esetleg lehetne erősíteni is. A macskák miatt érdemes megvenni. A monsterem éppen nem lett volna. Úgyse. Hát ez nem vonz. Majd meglátjuk. Ugye van két párunk. Amiből esetleg lesz. Az a baj, hogy ezzel a többieknek adok azzal a disznóval HP-t, vagy mi az aranyat. Nem tudom, mit ad a fejlesztett változat. Azon túl, hogy épp, hogy megúsztuk. Megúsztuk. Nem is rossz eredménnyel. Hát nem kaptunk jó cserét. Még egy extra valamit az nem fog ártani. De nem annyira. Na, az nagyon is jó lesz. Öljön hármat. Az különösebb gond nélkül menni fog. Azt hiszem. Főleg, ha erősítjük. Kap egy plusz egy plusz egyet fixre. Itt meg esetleg randomolunk valamit. Még egy ilyen. Oké. Ezt megtartjuk, ezt a csomagot. Kettő duplázós. Most már be kéne fejezni ugye a csomagjainkat. Ennyivel azért megsegítem, hogy kicsit jobban eldugjuk. Talán nem hal meg instant. No, hát meglátjuk. Hogy alakul. Ez még akár lehet jó. Van egy erős karaktere, de ennyi alapvetően. Na jó, két erős karaktere. De az még mindig nem sok. Az még mindig nem sok. Jó, megérkezett a macsek. Sárkányok plusz 5 plusz 5, az nem egy rossz darab. Plusz 4 plusz 4 randomnak. Adjuk, akkor legyen egy erősebb. Majd egyszer. Ez csak plusz egy HP, meg egy varázslat. Az olyan szempontból hasznos, ugye plusz kettőt kap most már minden varázslatért. Hát majd kell egy Júlia, nagyon jól jönne, de most nincs. Ide hosszú lesz ez a kör. Miért ilyen hosszú ez a kör? Pedig nem is volt a mi körünk se egy rövid darab. Na, az a macsek az most megint csak izmos lett. A plusz 5 plusz 5-tel. És azért jó néhányan várják az upgrade-et. Ebből még kisülhet valami jó. Nem érzem úgy, hogy egy végjátékos, de elég jól eljuthat az elején. Aztán kiderül, hogy alakul. Sikerült valami tényleg jót összekalapálni. Na, egyet tudott ölni. Az azért hasznos hír. Ha már eddig nem igazán jött össze.
Az a random varázslat az nagyon tetszik. Egyel olcsóbb. De ez egyik se jó valójában. Ezzel csak az a baj. Hogy egyel olcsóbban se jó. Mondjuk ez nem annyira rossz ez a csupakabra. De nem. Felejtsük el, ez nem volt egy szerencsés menet. Ott az én Júliám. Hát szerintem a disznajok helyet fogjuk bedobni. Jó. Az any... Ő mondjuk szintén nem lenne rossz. Olyan nagyon sokat nem upgrade, de ezért elég sokat. Sőt, van, akire már most használható. Úgyhogy akkor egyértelműen jó. Na, alapvetően megvan a készletünk. Hát még őt esetleg lecseréljük valami jobbra, ha jön. Bőven tud jönni. Jó. No, és azért időnként tudjuk upgrade-elni magunkat így a jó karakterek ölnek bónuszból. Ó, jött még egy. Hát legyen vele boldog. Jó. Ez nem nyert. Még ő nem lenne rossz egyébként, ugye a saját képességeit hozzávágja valakihez. Júliát majdnem elvesztettem. Három arany, ha nyerünk. Nyé. Egy dupla varázslat. Legyen a dupla varázslat. Az legalább a macseknak nagyon jó. Oh, hello! Hellóka! Júlia is, meg Rómeó is upgrade-eli magát. Azt hiszem meg is vagyunk nagyjából. Azt hiszem több, mint meg vagyunk. És utána esetleg el lehet gondolkodni még, ahogy hívjákon. Alvó hercegnő, mert ő nem egy rossz darab, jobb, mint mondjuk ez. Csak macerás upgrade-elni, ugye? Megföléleszteni. De utána elég jó darab. Ja, mindenki sérülget. Hát ez majdnem sikerült. Hát kár. Kevesebb HP-val is meg lehetett volna. De iszonyú erős az a... Az a galád, az nagyon durva. Nem is tudom, hogy tudta eddig fölhúzni. Hogy egyszerű legyek. 15. Nincsenek olcsó dolgok. Az se rossz. Föl-upgrade-el valakit. Plusz 15, plusz 15 a leggyengébb karakternek. Az nem egy rossz csomag. Az nem egy rossz csomag, úgy érzem. Plusz 10 sebzés az első pozíción lévőnek, azzal ezt simán aktiváljuk majd. Szerintem behúzzuk őt és ezeket megkukázzuk.
aztán majd kiderül szépen. Jó, az igazából nem tetszik. Ezt megtartjuk viszont, mert az egy hasznos figura. És akkor lassan mindenki upgrade-elt a bandába. Ő most jó eséllyel ugye tud ölni valakit végre. 15-ös támadásával. Vagy nem. Jó, a legnagyobb erejű az meghalt a részemről, tök fölöslegesen. Ja, és nem halt meg. Nem ölte meg a Júliát, így nem hozta vissza a Júlia halál, akkor a Rómeó. Ez kellemetlen. Nem működött. Nem működött a funkció. Nem is feltétlen hülyeség a még egy... Valakinek plusz 3 támadás, és fölélesztjük. Az egy teljesen jó csomag, plusz upgrade. Na, most mindjárt barátibb a helyzet. Két varázslat az mondjuk a macsek miatt nem olyan rossz. Ez belefér, és akkor tudunk még egyet varázsolni. Ja nem, kettővel olcsóbbak. Hát, akkor már annyira nem nagy buli. Azt hittem, hogy két varázslat lesz. Remélem sikerült kikapcsolni, mert igazából elég gyérbanda volt. Jó, legalább öltünk. Ő upgrade-elve van. Ez egy kicsit drága lenni. Visszahozza Ordenáré nagy Júliát. De ezzel együtt nem jutunk sokra. Hát ez mind elég gyér. Maradjunk annyiba, plusz 3 HP. 3 HP. Igazából olyan varázslatokat szeretnék, ami ingyenbe kerül, már olyan értelemben, hogy utána tudok újra varázsolni. Lenne, ha nem ugyanazt az egy varázslatot adnád. Újra és újra. Na, például ez jöhet. Hát ez nem különösebben izgat. Legyen. Az egy jó varázslat és varázslat. Milyen értelemben itt ezek most már mindegy ilyenkor. Esetleg vadászunk egy nagyon jó varázslatot magunknak. Nem nagyon van. Nem. A mindenkinek plusz egy az nem jó, de nem rossz. Azt érdemes megtartani. Azt úgy vélem érdemes behúzni. Abból lehet dolgozni. Az a baj, hogy iszonyú erősek ezek a szörnyetegek. Ezzel nem tudok mit kezdeni, az meg fog ölni mindenkit körülbelül. Gyakorlatilag az ki fogja végezni a játékot mindenki számára. És megint vele küzdök? Nem. Vagy két ilyen elborult csapat is van, amelyik nem is tudom, hogy kéne legyőzni.
Support 10 HP. Nem annyira. 25-ös erő, az se rossz darab, de... Hát a sárkány az nem igazán... komoly. Én közel egyik hatos sem segít, azt hiszem... rajtam. Hát ez nem, nem segített. Ugye mindenki viszonylag erős, de egyik se olyan, hogy azokat a förmedvényeket megoldja, amikkel, amik kivégeznek mindenkit. Picit későn kezdtük el a jól működést. Ugye ez mind-mind idézget itt nekem a vége láthatatlan szörnyetegeket. Az a mínusz egy, az mondjuk nagyon csúnya. Mindenki sérül, amikor meghalnak. Hát azt hiszem ennyi volt. Ez a legyőzök egy 1/1-est és mínusz egyeket kapok. És még ott van az elborult hercegnő. Jó, nem azt mondom, hogy Júlia az egyszerű volt. No, hát sokáig húztuk, de nem eléggé. No, kaptunk egy pár ilyen plecsnit. Hát győzelemnek nem mondanám, de ezek szerint az első négybe bekerülni már győzelemnek számít. Az is valami. Mondjuk hatékony a bogyógyűjtésbe. A 4000 egy önként választott, meg 1000ért a meccsre megkapjuk. No, hát legközelebb folytatjuk, mára ennyi.